Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban ki fogom próbálni a legeslegújabb játékát a Supercellnek, ami nem más, mint a Squad Busters. Ez a játék konkrétan ma jött ki a videó felvételének az időpontjában, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen játékot dobtak össze. Úgy gondoltam, hogy szeretnék egy ilyen első reakciós videót készíteni ebből, mert ugye rengeteget Brawl Stars hoztunk már ezen a csatornán, és úgy gondoltam, hogy megérdemel ennyit egy új Supercell játék is, és hogyha tetszik nektek és szeretnétek még belőle videókat, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és ne felejtsetek el feliratkozni. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy kell ezzel a játékkal játszani, nem néztem róla semmilyen videót, úgyhogy csak így random induljunk el, aztán nézzük meg, hogy mi fog itt történni. Itt van egy ilyen skeleton, na várjál. Automatán támad a játék. És itt fel kell venni a coinokat. Ó, tehát hogyha megállok, akkor vannak egyébként ilyen attakjaim tulajdonképpen. Tehát most megállok, és akkor szét tudom ütni a ládát. Jó, itt ki kéne választani azt, hogy ki az, aki csatlakozzon a squadunkhoz. Hát most igazából az Elprimót fogom választani. Úgy gondolom, hogy a tutorial részem még nem igazán van ennek jelentősége, hogy mi az, amit választok. Hold to turbo. Jó, gyorsabban tudok futni. És akkor megint megállok, ők elkezdenek harcolni, és feltételezem, hogyha viszonylag kevés a HP-m, akkor ugye elmozdulok csak egész simán a többi ilyen kis enemitől, és akkor tudunk tovább harcolni. Még egy valaki jöjjön a squadomba. Greg. Csak őt tudtam választani, úgyhogy csak ő lesz, és nyomjuk szépen a turbót, és itt van valami fa, amit szét tudunk szedni. Mi ez a játék? Jó! Ebből gemek jöttek egész konkrétan. Nem tudom egész pontosan, hogy ezek mire lesznek jók, de valószínűleg ez hamarosan kiderül, és ott is rengeteg gem van. Nyilván alapvetően a játék az mutat némi hasonlóságot így a Brawl Stars-szal, meg egyebekkel. Azért nem túl idegen számomra a játéknak a kinézete, meg úgy nagyon semmi. És itt vannak a gemek, jó, most megállunk, harcolunk egy picit. Oké, vele is harcolunk. Úgy látom, hogy a körön belül tudunk egyébként mozogni, és itt van egy enemy. Ez már egy másik játékos, vagy hát feltételezem, hogy egyébként egy bot, tehát hogy így nem kell túl gondolni a dolgot. Biztos, hogy itt is a kupák szerint fogunk működni, és a kupák szerint lesz majd valami. Jó, még valaki, Barbarian jöjjön mondjuk hozzánk, és itt is szét kéne szedni ezt a fát, illetve azt a gólemet is. Aha, meg ott van egy player is, na várjál. Rá is rá kéne duplavézni szerintem, én azt mondom. Ráturbózunk, megállunk, és elmenekül, micsoda? Ne meneküljél haver sehova, le akarlak támadni. Meg leszel, és úgy látom, hogy nekem lett a legtöbb gemem. Jó, nekem 30 gemem, másiknak 12. Easy az egész. Még rá kell jönni arra, hogy ezt a játékot hogyan is kéne játszani. Úgy igazából, mert ez még így nem nagyon van meg, de szépen megadjuk az iDark nevet, mint ahogy azt szoktuk, és itt vagyunk bent a menüben. Alapból van 10.000 coinom, hogyha jól látom, és én azért még itt felfedezgetném a gombokat, tehát hogy a Green World-ben vagyunk, itt is össze lehet szedni különböző karaktereket, nagyon-nagyon forszolja a játék, hogy játszok, ahelyett, hogy nézelődnék a menübe, tehát hogy értem én a dolgokat, de körül szeretnék nézni. Vannak itt hírek is, hát ugye igen, én is előregisztráltam a játékba, úgyhogy feltételezem, majd megkapjuk ezeket a kis plusz kiegészítőket, ami ezzel járt. Na jó, nyomjunk a playre, nézzük akkor, mit kell csinálni. Úgy látom, hogy nem választhattam ki semmilyen karaktert, vagy hogyha megvannak ezek a karakterek, akkor automatán berakja őket? Nem tudom, ki fog derülni. És őt választom, vagy nem is tudom. Igazából fogalmam sincs, hogy mit csináltam, de most eredetileg Elprimóval vagyok, itt próbálok harcolni egy picit ezekkel a skeletonokkal. Ez inkább nekem Clash Royale-ból ismerős. Ez 3 coinért kinyitható, jó, és egy Greget szeretnék magam mellé. Tehát igazából fel kell tudnom építeni a squadomat, és úgy leszünk meg. Tehát most én ezt a gólemet megtámadom, meg van egyébként 5 goldom, úgyhogy igazából ki tudnám nyitni azt a ládát, utolsó vagyok még, az nem jó. Szereztem egy gemet, és harmadik lettem. Tehát oké, nem baj, hogy ez így működik, semmi gond, és most már elsők is vagyunk, nem. Nice. És még ezt talán ki kéne nyitni, ebben nem tudom, hogy egész pontosan mi lehet. Open chest, Barbariant fogunk magunk köré szedni. Ez egy HP, ha jól látom, és elkezdünk szaladni elég erőteljesen. Őt is megpróbáljuk megölni, és próbálkozunk rengeteg gemet szerezni itt a játékban. Oké, 8 darab van, nyitunk még egy ládát, még egy Greget lehúzunk, és itt van egy player, akit megpróbálunk megtámadni. Jó, gyerünk, ő meg kell legyen. Csak az a baj, hogyha nem állunk meg, akkor ugye nem tudjuk őt támadni. Ez baj. Na várjál, gyere vissza, ne menj el sehova. Oké, megöltünk egy playert.
még egy Greget lehúztam, és őt megpróbáljuk leszedni. Egyébként ez nagyon-nagyon izgalmas game. És itt is van egy láda, ez free, szépen egy barbáriánt hozzáadunk, és őt megpróbáljuk megölni. Az a baj, hogy neki is meg kéne állni, meg nekem is szerintem ahhoz, hogy itt elkezdjünk küzdeni. És ez így kevésbé jó, vagy kevésbé tetszik amúgy nekem. Gyerünk, 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 üssétek, üssétek! Oké, támadjuk az enemit, hát el kéne tőle venni ezt a négy gemet. A range-embe beleviszem, oké, most ő is megállt, és megöltük, nice! Nagyon jó. Egyelőre még elsők vagyunk amúgy elég magasan. Egy elprimót hozunk, őket itt szépen megöljük. Uha, az valami komolyabb enemi lesz itt, ha jól látom. Lehetséges, hogy rengeteg gemet tud nekünk adni, és elkezdett minket támadni egy player, vagy éppen nem, mert elfutott. Na mindegy, nem baj, nekünk van 29 gemünk, nem nekik. Úristen, mennyit sebez ez? Nem baj, megöltük, nice, és nem adott semmit. Az mondjuk lehet, hogy nem a legjobb. Egy elprimót ismét felveszünk, jó. Szerintem őket így itt hagyom. Gemmine open. Na várjál, 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 merre van ez a gemmine? Mondjuk itt is jó, egy barbárián, jó. Ezeket felvesszük, és ide jövünk még egy elprimóért. Őt kéne megölni, 12 geme van konkrétan. Gyerünk, gyerünk, ez meg lehet, ez meg lehet. Elkezdtünk harcolni. 10 gem van nála. Gyerünk, 1 HP, jó. Úristen, 44 gemem van. Nála 16 gem. Oké, akkor őt is leszedjük. Elég magasan elsők vagyunk a játékban, úgyhogy GG. Az első gémünket easy-be meg tudtuk nyerni. Sejtem azért így a nevekből, hogy leginkább botok voltak itt. Bár azért a negyedik helyen szerintem az nem bot karakter volt. Oké, nézzük, hogy mi történik egy gémnek a végén. Tudok nyitni egy ládát, ami nem tudom, hogy mire lesz jó nekünk, de mindjárt megtudjuk. Egy super big láda. És hogyha kinyitom, akkor oké, kaptam karaktert. Vagyis hát remélem, hogy ez az, hogy kaptam egy karaktert, de egészen úgy tűnik amúgy. Igen, itt a squadom, a babyket tudom a chestben megszerezni, és fejleszteni tudom őket. Jó, tehát akkor őt elvénetileg tudom evolválni, igen. Kicsikét fejleszgetni a karaktert tulajdonképpen. És itt begyűjtünk valami szintet is. Aha, Coltot tudom begyűjteni, jó, new karakter. Oké, akkor igazából előbb nem karaktert kaptunk, hanem fejlesztéshez karakter darabokat, vagy nem is tudom pontosan, hogy fejezzem ki magam. Tehát ugye a Barbarian az már megvolt a squadomba, és csak fejleszteni tudtam egyet. Ja, jó, oké, most már így nagyjából megvagyok ezzel a részével. Jó, tehát 4 karakterem van összesen, még 10.000 coinom van, amire nem jöttem rá, hogy lehet felhasználni, mert egyébként nem nagyon látok itt shopot meg ilyeneket, de lehet, hogy játszani kéne a játékkal egy pár kört, és amúgy nem néztem, hogy itt kupák vannak, vagy mi van itt egyáltalán. Ez még nem derült ki számomra, meg úgy látom, hogy itt game módok tekintetében is van különbség. Jó, őt megöljük, meg itt van egy láda, amit leszedünk szépen, okosan. Aha, oké, és akkor ezt már is meg tudjuk ugye venni, egy elprimót szerintem, valami védelmünk azért legyen, az nem baj, hogyha van. Jó, titeket is szétszedünk. Jó, tehát ami nagyon fontos, hogy rámenjünk ilyen mindenféle ládára szerintem. És gyűjtsük a squadunkat egyrészt. Rage, ez mi? Úristen, újabbnál újabb cuccokat kapok, és nem egészen pontosan tudom, hogy mi micsoda. De itt meghalt valaki, úgyhogy már is felvettem néhány gemet. Egy barbariant megint leszedünk, jó. És itt rámegyünk egy playerre remélhetőleg. Oké, itt valamit öltünk. Jó, rage-eljünk, rage-eljünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát ez mondjuk nem hiszem, hogy eredményes volt nagyon. Oké, így is meg tudtuk ölni, nice. És lehet, hogy erre a bossra még nem feltétlen vagyunk felkészülve, de én azért bevállalom. Jó, oké, sikerült leszedni. Nice, mennyi gemet adott a jó ég, és felvette előlem a kisrác. Na várjál csak, gyere ide, add vissza a gemeket, amiket elvettél. Ezt így nem csinálhatod. Oké, easy, meg is van, 24 gemünk van. És itt felszedek valamilyen akármit, igazából fogalmam sincs. Itt harcolunk egyet szerintem, meg ledobunk valami bombaszerűséget, ami segített rajtunk egy minimálisat. Elugrott, de nem baj, mert meg tudtuk így is szerezni a gemeket. És tudok healelni, ez most a következő ilyen tulajdonképpen szuperem, hogyha jól látom. És itt egy free láda, ami azt jelenti, hogy egy Greget lehívunk. És nézzük, hogy mondjuk belőle tudunk-e kapni gemet, és egyébként tudunk, jó? És itt is ír valamit, hogy 7 gem. Aha, az egy player. Híláltam magam, ez mondjuk nem biztos, hogy jó ötlet volt. És busted, let's go! Nekünk van az összes gemünk meg lassan. Final stretch, final stretch. Szerzünk egy primót, oké. Meg szerzünk egy néhány gemet is remélhetőleg. Oké, úristen, ebből a sárkányból mennyi jött. Nagyon-nagyon sok jött belőle.
Jó, és ez kinyílt. Úristen, hát szedjük fel az összeset. 76 gem. Mi a fene történik itt? Mennyire elhúztam az elsőtől már. Nagyon durva. Kicsit hílelek is, hogy a karakterek megmaradjanak. 80 gemnél járok. Lassan megvan a 100 gem. Egy koltot szerintem lehívunk. Jó, hogy ezek össze tudnak mixelődni konkrétan. És akkor így úgy látom még erősebbek, mint ami alapból lenne. Nagyon-nagyon durván fel kell fedezni ezt a játékot, mert nem olyan egyszerű ezzel játszani egyébként. Na mindegy, majdnem meg lett a 100 gem, csak 94 lett. Így is azt mondom, hogy elégedett vagyok az eredménnyel. Hát bőven lealáztunk mindenkit. Nézzétek meg, volt egy csomó killem is, úgyhogy ez nagyon király. Na várjál, és hogyha megölök valakit, akkor az lehet, hogy vissza sem tudom úgy jönni. Mert ez is benne van a pakliban. Csak ugye még minket nem ölt meg senki, nyilván, úgyhogy még ezt nem láttuk. Nézzük, milyen láda lesz. Egy rare láda, oké. Mit fog adni nekünk? Léci új karakter, jó! Megkaptuk Dynamite-ot, nice, nagyon-nagyon nice. És egy ability-je is van, ezt majd ki fogjuk próbálni, és itt megnyílt valami teljesen új cucc, ez a könyv. Ez még nem tudom, hogy micsoda pontosan. Gondolom ilyen challenge-szerűség az, amit meg tudunk csinálni. Igen, ezek is megvannak. Ja, ez konkrétan a challenge része ennek az egésznek, és így tulajdonképpen a Battle Pass-t tudjuk feljebb tornászni ezzel az egésszel. Úgyhogy most lett is 6000 coinom pluszba, amit még továbbra sem tudom, hogy mire tudok használni, de még mindig azt kérleli a játék, hogy játszak. Tehát úgy látom, tehát valami kupaszám, vagy nem tudom, bármit nem akar nekem mutatni. Amúgy konnektelem a Supercell ID-mmal. Ezt egyébként nektek is javaslom, hogy konnekteljétek össze, és kaptok egy ajándékot is. Mennyire király ez. Egyébként, hogyha jól látom, így megkaptam egy karaktert, konkrétan. Ami nem baj, most már így 6 darab van feloldva, és akkor nyomhatjuk a következő gémet. Eddig nekem nagyon durván tetszik a játék, ténylegesen. Csak még a játékmódokat kéne tudnom felfedezni, hogy egész pontosan mi mit jelent, mert hogy az így nem nagyon van még meg. Ott viszi a szajrét, várjál. Őt kéne lelőni akkor, vagy ezeket kéne lelőni? Gyertek csak ide, hozd a szajrét. Vagy valaki hozza, nem tudom, bárki. Jó, mindegy, hívunk le még egy karaktert. Mit csinál ez a szajrés? Vagy egyáltalán itt mi történik? Nem értem a játékmódot. Jó, mindegy, Greg lejön, szépen akkor megöljük ezt a goblint. Jó, lett egy kis gemünk. Igazából nagyjából ez volt a lényeg, hogy legyen gemünk, a többi az nem nagyon számít. És akkor a következő karakterünk egy Archer Queen, jó, oké, őt fogjuk lehívni. És őt lehet, hogy meg kéne próbálni lesebezni, vagy megölni, az is jó. Oké, egy kis gem, meg egy kis láda, és aha, na ő már fog nekünk gemet adni, az teljesen fix. Ott is van, nem túl sok mondjuk, de akkor jön egy El Primo. És na belőle fixen jó sok gem jön, tehát itt most már teljesen biztos vagyok benne. Öljük meg, nagyon jó. Oké, át is vettük az első helyet, és jöhet is a következő brawler, vagy brawler, hát igazából nem brawler, következő karakterünk. Amúgy nem tudom, hogy ezt hogy hívjam, tehát brawler, vagy karakter, vagy mi legyen a neve ezeknek. Fogalmam sincs. Na jó, gyere ide, téged el kell pusztítani, hogy ne tudd a gemeket szedni, jó haver? Tehát hogy neked nem kellenek a gemek, én úgy látom. Nem kellenek itt senkinek, jöhet egy Greg. És harcolunk egy másik playerrel szerintem, aki nem kell ide nekünk a játékba, úgyhogy őt is megpróbáljuk innen eltávolítani a föld felszínéről. Jó, ő is megvan. És másodikak vagyunk csak, az nagyon nem jó. Hát ez kevés. El Primo, gyere rám. Oké, és akkor őt megölhetjük egy nagyon kevés gemért. Jó, és itt van egy 5 gemes valaki, aki remélhetőleg mindjárt nem lesz már. Harmadik vagyok, ez nagyon nem jó. Gyerünk. Hát kérem szépen. Itt a level 4, gyerünk, támad, ne menekülj, te sem, elmenekül előlem. Na jó, oké, akkor rámegyünk itt a gemekre. Csak közben szerintem meghalok mindjárt, semmi úristen, ez mi ez a karakter? Úristen, menekülj. Ez fájni fog, ez nagyon fájni fog, gyerünk, Colt, ne! Többen vagyunk, le tudjuk győzni. Íj, vagy lehet, hogy mégse annyira. Ő egy picit erősebbnek tűnik amúgy, mint mi. Tehát, hogy így lassan az összes karakteremet eltünteti a föld felszínéről. Bastid, jó, megöltük! Nagyon jó! Oké, jöhet egy Barbarian, megöltük, és még így is harmadikak vagyunk, nem már. Oké, Crazy is itt van, ő is Bastid, és első helyet átvettük. Itt is van az első hely, let's go! Oké, nem sokáig tartjuk meg ezt szerintem. Egy Colt jöhet. Itt nagyon be vagyunk szorítva ebbe a sorokba, ha jól látom. Tehát, hogy így egész konkrétan a legdurvább beszorítás, amit eddig láttam, kb. De nem baj, ha sárkányt megöljük, akkor szerintem az első helyet ismét át tudjuk venni. Nagyon-nagyon reménykedem benne. Jó,
easy, gyerünk, még egy kis gem hozzátok. Barbarian, jöhet, fusion, aha, jó, na most kell felszedni, szaladj. Oké, 150 plusz gemem van, úristen, mennyi gem van itt, és egy másik playert is meg kéne támadni. Remélhetőleg nem fog minket megölni, bár egészen úgy tűnik amúgy, de ne! Az utolsó másodpercben lettem második, ne már, ezt nem hiszem el. Ezt nem akarom elhinni. Na mindegy, második hely is jó, bőven jó, de ez nagyon kiélezett mérkőzés volt, azt azért be kell valljuk, tehát itt ez nagyon komoly volt. Egy common big ládát nyitunk, és kaptam 5 greget. Nem szeretném, hogy notification-öket küldjél, köszönöm szépen. Beginner challenge, ez is megvan. Jó, és itt lehet barátokat hozzáadni, remek, partizni. Aha, na, végre itt van a profilom, nagyon örülök. Emótolni is lehet, és kupák azok még nincsenek. Ja, mert hogy valami league-be kell bemenni, és akkor onnantól lesz, de feltételezem, hogy ahhoz még egy picikét harcolgatni kell. Jó, ez nagyon menő néz ki ez a statos téma. Aha, még egy kis challenge-eket begyűjtünk. És már is van 10 emótom, amit amúgy tudnék használni, az egyébként nem rossz, csak arra még nem jöttem rá, hogy az emótokat az milyen formába tudom kiválasztani, vagy bármi, mert hogy eddig mondjuk erre nem figyeltem, megmondom őszintén. Kicsit próbálok azért a játékra figyelni, hogy amúgy mit kell csinálni, mert nem nagyon van még meg, de igyekszem valahogy összeszedni magam. Oké, van 2 koltom, így egyszerre. Nem is számítottam rá, hogy ez egyébként meg fog történni. Jó, ezt még nem tudom felvenni. Na mindegy, gyerünk, oké, adjátok a kis coinokat, akkor már is jöhet hozzám valaki, mondjuk egy Greg. Jó, és már szerintem őt meg is tudjuk támadni, és akkor elkezdjük a gemeket gyűjtögetni. Téged is letámadunk. Az a baj, hogy ezek a kis goblinok csak egy-egy gemet adnak, tehát az borzasztóan kevés. Sajnos vagy nem sajnos, tehát itt vagy playereket kéne megölni, vagy nem tudom. Jó, a fa is ad, és egy csomó fa volt ugye nálam. Nem lenne bajom úgy, hogyha figyelnek a tutoriárokra, nem? Tehát, hogy szerintem az abszolút nem lenne probléma. De hát nem baj, majd akkor ölünk playereket, az se rossz. Oké, van egy csomó fa itt, jó. Őt is leszedjük. És ott meg is halt valaki, úgyhogy beszedtük a gemjét. És itt mi szerintem egy elprimót most már veszünk. Kéne valami olyan player is úgymond, aki ugye kicsikét mondjuk a védelmünket intézi. És ezt továbbra se tudom felvenni, nem értem egyszerűen, hogy miért. Jó, mindegy, fákat fogok gyűjteni, úgy látom, hogy most ilyen bosszok nem nagyon vannak, így láthatáron legalábbis, akikkel lehetne harcolni, úgyhogy... Aha, de mondjuk egy másik player van, úgyhogy már is mehet így bomba. Oké, és akkor úgy látom, hogy el is kezdett menekülni, ami nekünk természetesen csak jó, mert ugye eléggé le van gyengülve az úriember, úgyhogy már is elkezdett futni, én pedig utána futok, tehát hogy ezt nem feltétlen szeretném csak így ennyibe hagyni, hogy ő itt 13 gemmel így random elmeneküljön, és mégis meg fogja tenni, ahogy látom. Na mindegy, kicsit le vagyunk sebződve. Az igazság, úgyhogy lehet, hogy őt meg kéne próbálni letámadni, és akkor valamit összeszedni. Nagy a baj, lehet, hogy le fognak nokkolni minket. Sőt, elég valószínű, hogyha nem szedem össze magam, huha, kéne venni valaki Dynamite, oké. Vagy Dynamite, és ezt a sárkányt le kéne szedjük, hogy így gemekkel is vissza tudjunk jönni egy picit. 38 geme van neki! Ne, föl fogja menni a gemeket, és engem is megöl! Jújjúj, ez nagyon nem jó, ezt nagyon elbénáztuk. Itt most durván szaladni kell. Halló, oké, harmadikak vagyunk. Ez most határozottan nem jó. Nagyon-nagyon nem jó. Oké, van egy Gregünk még, és most kéne betámadni itt mindenkit. Ha jól látom, hatodik vagyok most már. Elvettek egy csomó gemet tőlem, és megöltek. No. Busted. De legalább így kiderült az, hogy ha megölnek, akkor ténylegesen vége a játéknak. Jó, ez sajnos nem volt a legeslegjobb move. Itt nem játszottuk meg okosan a dolgot, de legalább egy epic ládára valót kaphattunk. Úgyhogy nézzük is, hogy mi lesz benne, remélhetőleg egy új karakter. És igen, let's go! Barbarian King! Az új karakterünk. Oké, itt claimelünk egy-két dolgot, és ha jól látom, akkor talán most jelent meg a shop, és igen, itt is van a shop, és itt van az előregisztrációnak az ingyenes ajándéka, L-Tiger, egy skin, és egy csomó izgalmas dolog. Tehát itt kaptunk ládákat például, egy epic ládát, nagyon jó, kaptunk karaktereket, egy rare, oké, kaptunk Dynamite-okat. Tehát itt gondolom, hogyha fejlesztem a karaktereket, akkor azok annál erősebbek lesznek. Gondolom.
aztán ez majd nyilván ki fog derülni így az idővel. Kaptunk ingyen 2 darabot a karakterből, és most már látom azt, hogy mire lehet használni a coinokat. Egyelőre szerintem még így nem nagyon fogom használni ezeket. Collect megaz, ez rewards. Jó, tehát itt most már van egy ilyen mega karakterem, hogyha jól látom. Tehát ez nem az El Primo-ra egy skin, hanem ez egy mega. És akkor itt az új karakterünk, nagyon-nagyon szuper. És úgy látom, hogy még egyiket sem tudom fejleszteni. Jó, ó, itt látom, hogy hány ilyen fejlesztési szint van. Oké, most már ezzel is megvagyok, és kaptam új emótot. Lehet, hogy ezeket nem nagyon fogom erőltetni, meg használgatni, mert igazából jó magam sem vagyok az a negyi emótos. Jó, coinokat még nem tudom, hogy fogom felhasználni, de feltételezem, hogy ezekre majd lesz szükség, és akkor innen a shopból kell majd megvásárolgatni. Viszont srácok, így ez az első reakciós videó, szerintem így ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet nektek, hogyha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, hogy legyen ebből még folytatás, hogy nézzük meg el azt, hogy ez tényleg hogy működik még pluszba ez a játék, egyáltalán érdekel ezt titeket. Úgyhogy találkozunk a legközelebbi videóban, addig is sziasztok!